Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt rektor úr, tisztelt államtitkár úr, elnök úr, kedves kollégák, kedves leendő kollégák, sok szeretettel köszöntöm én is Önöket a Turizmus ZRT nevében az első országnyilás konferencián. Nagyon bízom benne, hogy tényleg az első az nem csak egy szimbolikus lesz, hanem ennek egy folytatása is lesz. Mi, mint turisztikai szakemberek, gondolkodtam, hogy miről is beszéljünk a mai napon. Hallottuk a elnök úr előadásában, hogy mennyire fontos a beutaztató turizmus. Nemes Andrea főosztályvezető asszony előadásából hallottuk, hogy fontos egy közös turisztikai országmárka, egy országkép, egy országimázsnak a kialakítása. Azt is hallottuk ugye, hogy mennyi minden függ ettől, ez nem egy személyben, egy szervezet által tudja kialakítani, ez a külföldnek a véleménye rólunk azzal, ahogyan találkoznak, amivel találkoznak a vendégek. Kicsit rendhagyó módon én a mai előadásomat szeretném bemutatni, hogy mi az a gondolkodás, ami mentén mi dolgozunk. Egy nagyon egyszerű, egyébként úgy gondolom, hogy főleg a turisztikai országképpen, a turisztikai marketing munkánkban a külföldön számtalan olyan példa található, amit érdemes megnézni. Nem azért, hogy lemásoljuk, hanem hogy ötleteket adjon, egy gondolatot éppesszen bennünk, hogy hogyan is működik ez külföldön, hogy engedjék meg, hogy egy pár példán keresztül bemutassak egy-két külföldi mintát, és egy kicsit egy gondolatébresztőnek, akinek ezzel kapcsolatban fiatal diákoknak, hallgatóknak ötletei, javaslatai vannak, akkor bizalommal forduljanak hozzánk, mint egy gyakorló marketing szervezet, aki ennek a képnek a kialakításán dolgozik pont jelen pillanatban. Egyik kedvenc példám Szlovénia, Amsterdam, Lyon, említettem bármelyikkel, de hogyha ki szeretném emelni, akkor például Szlovénia. Azt hiszem januárban történt velem az, amikor éppen egy kézilabda világbajnokságot néztem a televízióban, és arra az ütötte meg a szememet, hogy járva a turisztikai vásárokat, már találkozott az ember ezzel az átjegy Szlovéniával több mint 6 éve használják ezt a logót, ezt a szlogent, ezt a képet, és ugyanezt tükröződött vissza a televízióban, amikor a kézilabda csapat, nemzeti csapat mezén ugyanez a logó jelent meg. Elment, mehetnénk tovább, amikor az ember bemegy egy souvenir shopba, akkor nem egy lehető Kínában gyártott, de a minőségében lehető különbözőek voltak, de azoknak a brandi termékeknek, amiket meg lehetett vásárolni, szuvenírként haza lehetett vinni, ugyanazok az arculati elemek, ugyanaz a szlogen köszönt vissza, gondolhatunk itt akár egy pólókra, bögrékre, baseball sapkára, futballlabdára, az ember, a vásárló, mint külföldön, mint belföldön, ugyanazokkal a brandi termékekkel tudott találkozni. Törökország egy másik kedvenc példa, amikor itt az ember szeretne, most éppen májusban látta, megjelentek már Törökországnak Green Travel-nek az első óriás pakácsai például az utcán, amikor is találkozik ezzel a Türkiye logóval, akkor az ember bemegy utána az utazási irodába, vagy felmegy az internetre, szeretne foglalni Törökországban nyári utazást, ugyanezzel a Törökország Türkiye logóval találkozik, majd utána felszáll a repülőre, ahol szintén találkozik egy a török légitársággal, vagy charterral, megy ezzel a logóval, leszáll a repülőről, amikor a repülőről leszáll és a busz várja a kedves utas, hogy bevigye a terminálba, ugyanezzel a logóval találkozik, elmegy egy városnéző buszra, ami a képen is látható például, ugyanígy ezzel a Türkiye logóval találkozik, hogyha egy szlovenért szeretne venni, ez egy példa, ez egy kolléganőm konkrétan vásárolta Törökországban ezt a csokoládét édességi szuvenírként, ugyanez a logó megjelent. Tehát onnantól kezdve, hogy itt Budapesten ment az utcán, és felkeltette az érdeklődést, hogy Törökországba akarjon menni, ott vásárolt egy szuvenírt az elutazásakor, ugyanezt a brandet, ugyanezt a terméket, ugyanezt a márkát, ezt hívjuk márkázásnak, ugye, ezzel találkozott, egy egységes országképpel, egységes turisztikai ország imázsal, hogyha akarjuk, találkozott minden szegmensben. Svájc is úgy gondolom, hogy egy olyan hosszú tradíciók mentén építette ezt a brandet, ezt a turisztikai országképet, ami a turisztikai országképből egy országimázs képet. Gondoljunk akár arra, ez a Switzerland by train, bus and boat, vagy például a Ganz natürlich, ez egy másik kedvenc szlogenük, ez a kép, ez a logó, ez a vásári megjelenésektől kezdve, az ember elérkezik és vásárol egy pár héttel ezelőtt volt szerencsém egy rendezvényen ott részt vetni, ahol a repülőtéren a vonat jegy mellé adták ezt az ország kiadványt. Nem azért, mert tudták volna, hogy szakemberek vagyunk, a kollégák, akik velünk voltak, nem voltak, hanem ez az ottani mápnak, ez egy természetes dolog volt, hogy egy olyan térképet adott mellé, ahol ez a kommunikációs elem megjelent benne. De ugyanúgy mind a vonatok felöltöztetve, ugyanabba a logóba, ugyanabba az arculatba, ezek mind erősítik azt az egységes országképet, amit mi itt szeretnénk szintén Magyarországon ugye elérni. Szintén egy kicsit kitekintve a nemzetközi világban, sokat beszélünk az elmúlt hónapokban, az elmúlt években a Web 2.0-ról.
Nemrég egy európai kollégám, szintén egy országnak a turisztikai marketing szervezetnek a vezetőjével volt egy hosszasabb beszélgetésünk, ahol arra a következtetésre egy munkacsoportülés volt, hogy a Web 2.0-nak már vége. A Web 2.0-ban ugye az volt a fő dolog, hogy egy szervezet, egy termék, egy cég mondott magáról valamit, kezdeményezett beszélgetéseket róla, moderálta, ha éppen tudta moderálni, de bevonta a fogyasztókat, a leendő közösségeket, és azokat kommentálta. Mai turisztikai országképpen már 3.0-ával léptünk bele, amikor is már nem mi vagyunk azok, akik elmondjuk, hogy mi. Felmerült az előadások, hogy kell egy közös arculat, kell egy közös ország imázs, turisztikai országképet, ezt már nem mi alakítjuk. Lehet látni akár egy politikai sajtótól kezdve is, hogy hiába mondunk mi magunkról bármit, mások, tehát a harmadik fél az, aki ezt alakítja. A turisztikában ugyanezt tudom mondani, például egy szálláshelynek a kiadványai nagyon szépen, nagyon fontosak, de sokkal fontosabb már, amikor valaki egy szállást keres. Az első dolog az 55%-a az embereknek egyébként már online foglal, csak úgy jelzem 2011-ben, hogy megnézi azokat a guest review-kat, azokat az korábbi kommenteket, mit mondtak más vendégek. Mert bárki leírhatja, hogy milyen tökéletes és szuper és milyen jó besorolásban van és milyen fantasztikus ez a szálloda. A vendégek először már a guest kommentekre mennek inkább, tehát ez úgy apostrofáltuk, hogy ez a Web 3.0, amikor mi már csak követni tudjuk azt az országképet, azt a brandépítést, amit mások mondanak róla. Ezért van nagyon nagy szerepe a marketing kommunikációi egységnek, hogy azok a vendégek, akik hozzánk jönnek, hallottuk Bánkor előadásában, most már közel 10 millió vendégészakát töltenek el külföldiek magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken. Ez egyébként 9,2%-kal több volt 2011-ben, mint 10-ben. Hogy egy olyan pozitív tapasztalatokkal, pozitív élményekkel töltődjenek fel, amikor itt vannak, kezdve itt a buszsofőrtől, a taxison át, ha egy egyszerű járókerővel találkozik és megkérdezi egy útbaigazítást kér tőle, amivel, hogyha egy közösségi oldalon, Web 3.0-án megkérdezik, hogy milyen élménye volt Magyarországon, akkor pozitívan tudjon nyilatkozni. Hisz ez az egyik legfontosabb, úgy gondolom, a 2012 és a jövőben, hogy milyen tapasztalatokkal fognak távozni tőlünk, mert ez fogja alakítani a turisztikai országképet. Nekünk van egy, ami itt a öltönyemben is található, egy olyan erős termékünk, brand alapunk, ami igazából az 1990-es években fejlődött. Lehet látni a képen, hogy hogyan alakult ez a turizmus értének volt, akkor még csak egy corporate identity, corporate logója, ami most már oda fejlődött, hogy tényleg ez az a szívecske, ami egy mérföldkő a megítélésünkben, felismerésünkben, inkább nem is a megítélésünkben. Az elmúlt hosszú évek elmúlt munkája során a kiadványoktól, vásári megjelenéseken, hirdetéseken át, különböző sportrendezvényeken, gondoltunk itt az úszóevére például, ez a szívecske megjelent, különböző módon is ennek volt egy evolúciós folyamata. Ezért amikor egy ország, turisztikai országkép egy új arculat, egy új kreatív koncepció kidolgozásán dolgozunk, akkor úgy gondolom, hogy erre támaszkodnunk kell. Ezt kár volna kidobni, lehet, hogy kicsit fel kell frissíteni. Nagyon látom itt a sorban ülőket, vannak most Matyó hímzésben, Kalocsai, elnézést kérek, ez a sértés is volt, Kalocsai hímzésű hímben urakhölgyek. Lehet, hogy be kell vonni különböző motivumokat, ezt mondom, megfelelő szakembereknek meg fogják tenni. Ez egy olyan alaptermék, amire igazán büszkék lehetünk, és tovább kell fejleszteni. Tovább kell fejleszteni úgy is, hogy például egy idegenvezetők, akik Magyarországon több ezeres példány számmal vannak, akkor bocsássuk az ő rendelkezésüket, gyártsuk le nekik, amire rá tudják kérni a nevet, és amikor egy turista, ahogyan mondjuk reméljük Németországban találkozott egy kampányunkkal, eljött Magyarországról, találkozik ezekkel az elemekkel, és elmegy egy szervezett idegenvezetésre, akkor az idegenvezetőnél ismét találkozik ezzel a brand elemmel. És arról, hogy a Web 3.0 mennyire fontos, ha mutassak be egy olyan kis filmet, amit mi is előszeretettel használunk, akik külföldiek, akik Magyarországról milyen véleményt alkotnak.